Mint 57-ben alakult a szakosztály, Filász Gyula és Munkácsi Dező volt akkor egy ilyen fiatal ember, és ők ketten alakították meg a szakosztályt, majd később Filász Gyula bácsi visszament Miskolcra a Papjóskába, ő volt az edzőm nekem is, és akkor Dezső maradt egyedül, ő kezdte el csinálni a birkózást. Én mikor 68-ban leszereltem, mert ugye a katonaságnál 66-ban bemondtam, és 68-ig ott voltam, talán a Diósgyőrbe csak éppen visszamentem, és már is jöttem Barcikára úgy, hogy még 4 barátomat hoztam magammal ide Barcikára. Ez 68, és a 70-ben már olyan csapatunk volt, hogy mi voltunk Karin Barcika első MB1-es csapata, MB1-es csapatot sikerült összehoznunk az akkori barátaimmal, akik leszereltek szintén, meg a régi helyemről, az Ózdi Koháztól hívtam el még a barátaimat, akik, mert Ózd már akkor kicsit úgy kezdett lefelé menni, ezek pedig jól birkóztak, és ők szerettek volna fejlődni. Első osztályú versenyző voltam, közben korosztályos bajnokságokban, magyar bajnokságon mindig ott voltam az első 4-5-6 harmadik, mikor mennyi. Első sajnos nem tudtam nyerni. Elsőt nyerni csak a veterán korosztályban 10 magyar bajnokságot nyertem, és egy világbajnokságot nyertem, meg egy második helyet. Mai napig is én edzősködöm, és nagyon sok jó tanítványom van, dicsekedni szeretnék vele, hogy körülbelül 100 magyar bajnokot neveltem a pályafutásom alatt itt Barcikán, és nagyon sokan voltak válogatottak, akik bejutottak IBB-re, Európa-bajnokságra, lányokkal, fiúkkal foglalkoztunk vegyesen. 2006-ban egy olyan csapatom volt, hogy szinte mindenkit megvertünk az országban, mi nyertünk az országos csapatbajnokságot, Diósgyőrtől kezdve Vasas, Fradi, mindenkit megvertünk. Én a régi helyemen nagyon 20 éves koromtól éltem. Az is nagyon jó volt, de ez sokkal korszerűbb, sokkal másabb, itt sokkal jobban lehet a gyerekeket foglalkoztatni, minden munkát másképpen tudnak csinálni, szívesebben jönnek, a szülők is szívesebben engedik a gyereket, szinte egy birkózó család alakult ki itt nálunk. Ez a birkózás egy nagyon szép sportág, ez nem verekedésről szül, ez akaratba, jellembe, fegyelembe, sok mindenben megváltoztatja az embert, és egy másabb ember lesz teljesen, aki birkózik vagy sportol. Most teljesen mindegy, hogy mi sportol. A sportolás az lehetséges, vagyis nagyon jó, hogy csináljuk. De most például a gyerekeimnek azt mondom, mert az én időmben sport volt az első, és a tanulás jött utána. Most fordítva van. Tanulás az első, és utána lehet sportolni. Ha megyünk versenyre, tudnak viselkedni. Például, mikor még ide jöttek hozzánk, és a versenyen az a divat, hogy himnuszt játszanak, és nem álltak vigyázba, kaparóztak, fogdostak, guggoltak, mindent csináltak, de mióta birkóznak rendesen, azóta tudják, hogy nekik vigyázba kell állni, és oda kell figyelni. Szóval ez is, ebből is látszik, hogy mennyi sok, az is fegyelemhez tartozik, hogy ilyen esetben is, hogy hogyan kell viselkedni. Februárjában alakult meg a szakosztály, én az első edzésen jelen voltam, úgyhogy alapító tagnak számítok. Hosszú 50 év alatt rettetesen sok munka, izzadság, fogyasztás, hízás, nagyon kemény munkák folytak. Hihetetlen sok rendezvényt csináltunk, ez nagyon-nagyon fontos, sportrendezvényt, Európa világbajnokságot, világkupafordulót, Opel kupát hosszú éveken keresztül. Most csináljuk, most már 16. alkalommal a Füstlős emlékverseny, a Szabó Ferenc emlékverseny, tehát rengeteg olyan sporteseményt rendeztünk, volt többek között olimpiai reménységek verse is, 3 alkalommal, tehát nekem ez egy ilyen szívem csücske, hogy versenyeket rendezzünk, hiszen ezáltal is az embereket ide lehet csalogatni ebbe a városban, ahol látják ezt szépen fejlődő várost, és én mondhatom arra, hogy büszke vagyok arra, hogy sok ember eljön ebbe a városba, különböző versenyek alkalmára is. Nálunk elsősorban saját nevelési sportolóink vannak. Én ragaszkodom hozzá, hogy ha valakivel elkezdek dolgozni, azzal igyekszem tovább vinni. Itt a teremben is van most 2 érmes versenyzőm, saját nevelésű, Polló Szilárd, illetve Fédele Benjamin. Ráki Henriette, aki lányok közül érte a legnagyobb sikert, 2002-ben Antáliában Európa-bajnok volt. Ő érte a legnagyobb sikert, de ettől függetlenül rengeteg érmes helyezésünk van.
és mindenféle dicsekvés nélkül azért az én saját Masters eredményeim 34 alkalommal volt lehetőségem himnuszt hallgatni Európa és világbajnokságon. Ez úgy alakult, hogy 18-szor Európa-bajnokságot, 16-szor nyertem világbajnokságot. És ez példa a gyerekek számára, meg mindenki számára azt gondolom, hogy lehet egészségesen élni, és hogy érdemes sportolni. Igazából 80-as év hozta számomra az áttörést, hiszen 80-ban az olimpiára vitték az A csapatot, én B csapat tagja voltam, akkor kivittek Belgrádban, ott volt egy Európa-bajnokság, felnőtt Európa-bajnokság, és ott negyediknek sikerült lennem. Ez akkora lendületet adott nekem, hogy a további éveken is próbáltam ugyanilyen intenzitással, elánnal dolgozni. 30 évig voltunk abban a teremben, ahol ugye most onnan eljöttünk, és azért valahogy azért az ember életében 30 évet le tud egy helyen, azért az, és onnan el kell menni, az olyan, mint egy szerelem, vagy éppen egy munkahelyváltás, azért megviseli az embert, de ettől függetlenül boldogak vagyunk, hogy itt lehetünk. Sokkal korszerűbb a fűtésrendszere, ugye légkondicionált helyiségben vagyunk, a padlózata, egy teljesen új padlózata van, másabb a légkör, itt az iskola időben, csöng a telefon, illetve a csengő, hogy éppen szünet van, vagy jönnek ki a gyerekek. Nagyon mozgás, hiszen itt az általános iskolás gyerekek itt vannak. Van ebből az iskolából is egy tanítványom, akik egy nemzetközi sikerekkel is rendelkeznek már. És igazából ez az iskola számomra ez azért fontos, mert a gyerekek is láthatják, akit esetleg érdekel. Mert talán úgy könnyebb őt meggyőzni arról, hogy ha látja, hogy milyen munka folyik itt, hogy ő is szeretné kipróbálni. Rengeteg élményem van természetesen, hiszen nagyon sok helyen jártam a világban, Ausztráliától kezdve Amerikáig, Európa szinte minden országában. Hát az eredményt nézem, akkor sokszor hallgattam a himnuszt, de most is összeszorultam. Amerikában voltunk egy nagy világesemény, a világbajnokságon. És ott egy diátadás, érem, himnusz, és a zene helyett egy úriember állt ki a pódiumról, és amerikai fickó, aki több mint 100 nyelven tudja a himnuszt, és elénekelte nekem a magyar himnuszt. Ezt azért nőtt nagyon a szívemhez, mert a himnusz hallgató mindig szép. Bocsánat.